Sziasztok srácok, szép estét mindenkinek! Az Epic Games ismét megajándékozott egy kis skinnel, ez pedig nem más, mint az Ellen Wake és annak cuccai, úgyhogy az Ellen Wake-kel kaptam a skint, egy backblinget, egy csákányt, illetve egy wrappet. A skint ismételten nagyon-nagyon szépen köszönöm az Epic Gamesnek, hiszen nélkülük nem készülne el a videó sem. A skin két nap múlva, 27-én hajnali 2-kor fog bekerülni az item shopba, érkezni fog Ellen Wake, és ahhoz jár egy backblink, érkezni fog egy zseblámpás csákány, illetve egy wrap. A skint külön, illetve bundleben is meg lehet majd vásárolni. Az árakban pontosan nem vagyok biztos, a wrap valószínűleg 500-as lesz, a skin 1500, a csákány valószínűleg 800-as lesz. Ahogy a Michael Myers-nél is volt, itt is úgy működik a csákány, hogy a backblingéből húzza elő. Úgy látszik, hogy majdnem minden skinnél már így működik. Ami nekem a legjobban tetszik a cuccok közül, az a csákány. Ugyanis rejtett reaktivitása van, hogyha matit farmolunk vele, vagy ha ütünk bármit vele, akkor elkezd világítani. Valamiért ezt a világítós képességét nem írja a játék, nem írja egyáltalán, hogy reaktív lenne, pedig szerintem ez reaktivitásra utal. Ha a csákánnyal abba hagyjuk a mati farmolást, akkor értelemszerűen kialszik a fény. Kb. Hasonlóan működik, mint a Leviathan Pickaxe. A wrap viszont már jelzi, hogy reaktív, arra reaktív, hogy ha sötét van vagy este van a játékban, akkor a wrap világít. Viszont ha nappal van, akkor a wrap nem világít. Szerencsére ezt most kivételesen jelzi a játék, hogy reaktíve vagy sem. Mint mondtam nektek, 2 nap múlva, 27-én érkezik az item shopba, viszont ha véletlen 27-ig meg akarjátok vásárolni véletlen az Ellen Wake 2 nevezetű játékot, ha megvásároljátok az Epic Games-en 27-ig, akkor megkapjátok ingyen a skint, de ez az ajánlat csak 27-ig jó, szóval nem árt sietni. Ezen kívül a Fortnite-on belül van még egy Ellen Wake-es kreatív map is, ami visszavezet minket az Ellen Wake első részéhez, legalábbis egy ilyen visszaemlékezéses kreatív map, mint tényleg nagyon-nagyon jó lett, a streamben kipróbáltuk, ajánlom mindenkinek is, ha esetleg érdekel titeket a játék. Összességében szerintem a skin elég jó lett, végre egy újabb öltönyös skint kapunk, a backbling-je akár jó Indiana Joneshoz is, és a csákánya pedig szerintem tiszta ilyen Harry Potter feelingű, világít, mint egy varázspálca. Ha tetszett a videó, srácok, akkor ne felejtsétek el, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, amíg nem vagytok, és use code GhostForRider, ha támogatni szeretnétek az item shopban. Köszönöm, hogy megnéztétek a mai videómat, én GhostForRider voltam, sziasztok!